Több mint 70 önkormányzat érezte fontosnak, hogy részt vegyen a Hungária Takarék éves találkozóján. Gáspár Csaba ügyvezető azt mondta, a pénzintézet egyre erőteljesebben jelen van az önkormányzati szférában. Emellett a vidék fejlődésének nagyon komoly záloga, hogy az emberek egyenlő komfortot érezzenek, bárhol laknak is. Ennek megfelelően egy ATM automata program indul az idei esztendőben. Egy jogszabályi háttér alapján a lakosság nagyon kedvezően, gyakorlatilag havonta 150 ezer forintig ingyen jut automatákból pénzhez. Takarékszövetkezetünk most fölvette a kesztyűt, és 21 új automatát vásároltunk, és ennek a 21 új automatának a telepítése, cseréje, a régiek lecserélése az elkezdődik. Az is jó hír, hogy például most már kibefizető automatáink lesznek, tehát nem csak kivenni lehet, hanem befizetni is pénzt a települési automatákba. A tanácskozás legfontosabb témája az idén induló Magyar Falvak program idei lehetőségeinek ismertetése volt. Gyopáros Alpár kormánybiztos azt mondta, ez hosszú távon biztosítja majd a kis települések fejlődését és az elvándorlás megállítását. Az a sajnálatos tapasztalat, hogy ebből a 2878 településből több mint 2000 van olyan, amelynek a népessége az országos átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben csökkent az elmúlt 10-15 vagy éppen 20 évben, mint mondjuk a városokban, vagy mondjuk felkapottabb, szerencsésebb földrajzi fekvésű falvakban. Nyilván egy Balatonfelvidék, egy Dunakanyar, egy budapesti agglomeráció kis települései jelentős mértékben akár még növekedhetett is a népességük, és más földrajzi fekvési településeken, ez igaz például Baranya megyében teljes mértékben, ott pedig drasztikus mértékben csökkent, azaz elvándorolt a népesség a falvakból. Mi ezt kívánjuk meggátolni. A program első elemeiben 2019-ben 150 milliárd forint áll a kis települések rendelkezésére. A kormányzat 2030-ig kívánja működtetni a programot. Idén elsősorban a közösségi terek fejlesztését preferálja majd a program.